Mizu is babám, háromnapos fesztivál Orosháza. Semmelweis nap, dolgozóit jutalmazta a kórház. Szénási József emléktorna, négy csapat mérkőzött meg egymással. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió július 2-ai keddi híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! Groovehouse LL Junior, Korda György és Balázs Klári. Néhány előadó, akik a Mizu is Babán fesztiválon óriási sikert arattak. Június 26-án és 27-én több százan választották a programot, hogy megfeledkezzenek a hétköznapi gondokról. A június 27-i kezdőnap után a jó hangulat csak tovább fokozódott Orosháza első nagyszabású zenei fesztiválján. A Mizu is Babán második napján a Konyha Együttes lépett először a nagy színpadra. Közönségük nagy lelkesedéssel fogadta őket, táncoltak, mulattak a fülbemászó dallamokra. A zenekar a koncert után elmondta, nagyon jól érezték magukat Orosházán, ahogy fogalmaztak, még a csodafürdőt is kipróbálták. A nyára pedig még rengeteg tervük van. Azt hiszem, hogy 31-32 koncertünk lesz összesen. Úgyhogy sokat fogunk ülni a buszban, egyelőre még szeretjük egymást, reméljük ez így marad a végéig. Meg voltunk stúdióban, nem is olyan régen, úgyhogy a hatodik lemezünknek az utómunkája az azért el fog vinni egy kis időt, de mi ezt szeretjük. Egy nyáron is, hogy kihasználjuk az időnket. A kis színpadra eközben Nem az a lány és Sophie duója is megérkezett. Állításuk szerint az élő zenekar és a hangulat megadta a nap vibe-ját. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szeretünk mindig élő zenekarral fellépni, ez egy teljesen más vibe-ot ad nekünk és a közönségnek is szerintem, úgyhogy jól éreztük magunkat. Én is nagyon jól éreztem magam, köszönöm a meghívást, jövök máskor is. A folytatásban is ismert zenekarok, énekesek váltották egymást a két színpadon. Fellépett többek között LL Junior, Lumen Prala, Lil Frak, a Sun City Brass és a Groovehouse. Mi a legjobb szerinted ebben a fesztiválban? Az egész, hogy egyáltalán van. Még Orosházán is van egy nagy fesztivál. Így van, így van. Szerinted szükség volt már erre? Nagyon nagy szükség volt, igen. Nagyon nagy szükség volt, hogy az embereket kimozdítsák otthonról. A környékben nincsen olyan jó buli, és többször lehetne ilyen fesztivál. Szerintetek jól sikerült a szervezés, jó a buli? Nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Szombaton elérkezett a fesztivál harmadik, egyben záró napja, ahol ismét számos együttes vagy előadó gondoskodott az orosháziak szórakozásáról. A Honey Beast nyitotta a koncertek sorozatát a kis színpadon. Ők még szombat hajnalban indultak el Orosházára Erdélyből. Érdekesség, hogy az együttes gitárosának, Tatár Árpádnak a nagypapája is Orosházáról származik. A fesztiválok turnék mellett lemezt is készítenek nyáron, mint mondták, ilyen még nem volt a Honey Beast életében, hogy ez a két tevékenység egyszerre történjen. Nagyon sok kedvenc pillanatom van, talán koncertekre lehetne ezt lebontani. Nagyon szerettem például az Aréna koncertünket, minden egyes parkus koncertet, szeretem a nyarakat, a turnét, meg hát biroma tudunk egyet csobbanni, meg van egy-két ilyen strandos buli, azt szeretem. Őket többek között az Orevoár és Kis Kevin követte a kis színpadon, a nagy színpad előtti teret pedig elsőként Korda György és Balázs Klári fellépése töltötte meg. Ugyanaz ikonikus házas pár hosszú évtizedek óta a magyar zene része, mégis képesek voltak szinte minden korosztályt megmozgatni, az idősebbektől kezdve a legfiatalabbakig. A legtöbben persze a Reptér című dalt várták, amit ennek megfelelően kétszer is elénekeltek, de nagy sikert aratott a Keresztapa ismert filmzenéjének feldolgozása is. Ezt követően a Carson Kuma lépett fel, akik szintén fantasztikus hangulatot varázsoltak Gyopáros fürdőn. Őket pedig már a késő esti órákban Tídeni követte, majd a német lemezlovas Tuzsámó gondoskodott az esti hangulatról. A kis és nagy színpadok mellett pedig a Burn Party arénában is megtalálhatták a számításaikat a fesztiválozók. A képviselőtestület június 27-én csütörtökön 11 órai kezdett el ülésezett a polgármesteri hivatal nagy termében. Napirenden volt a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme, emellett döntöttek több turisztikai fejlesztést megalapozó pályázatról. Dávid Zoltán polgármester örömhírről tájékoztatta a testületet. Közölte, hogy az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő Kisharang bölcsőde férőhelyeinek száma 76-ról 82 férőhelyre bővülhetett. A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Orosháza Fasor utca 2/B alatt található, jelenleg használaton kívüli épület felújítására. A tervek szerint az ingatlan a későbbiekben Turinform irodaként működhet tovább.
Orosháza konzorciumban csatlakozik az aktív turizmus fejlesztését célzó projekthez. A cél Orosháza mezőhegyes települések között Békés vármegye határát átlépő aktív turisztikai hálózat fejlesztése. Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetnek. Az év második felére biztosított 11 millió forintot többek között munkabérkiegészítésre, eszközbeszerzésre fordíthatják. A képviselők egyetértettek abban, hogy köszönet illeti az ott dolgozók erőn felüli feladatellátását, minden orosházinak és környékbelinek érdeke a kórház stabil működése. A települési önkormányzatok működőképességük megőrzéséhez, egyéb feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához támogatást igényelhetnek. A döntés értelmében az önkormányzat 400 millió forint támogatási igényt nyújt be. A zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkció kialakítása projekt kapcsán minimalizálja az önkormányzat kiadásait. A kiegészítő támogatás pontos összegének ismeretében a zöld infrastruktúra fejlesztése Gyopáros-Fürdőn című projekt önkormányzatot terhelő költségeit 303 millió forintot kiegészítő támogatás formájában megigényli a város a kormánytól. A Magyar Egészségügy napján Semmel Weiss Ignác születési évfordulója alkalmából a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben is megköszönték az intézmény munkatársainak odaadó, áldozatos munkáját. A jubiláló és a kiemelkedő teljesítménynyújtó dolgozókat elismerő oklevelekkel is jutalmazták. A Magyar Egészségügy napja, a Semmel Weiss nap 1992 óta minden évben jeles ünnep Magyarországon. A Dr. László Elek Kórházban is hagyomány, hogy ilyenkor visszatekintenek az elmúlt időszakra, és összegzik a hónapok munkáját, sikereit, nehézségeit. A vendégek köszöntését követően ünnepi műsorral vette kezdetét a rendezvény. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola 4. A osztályos tanulója, Szlosziár Liliana szavalt a közönségnek, az egészségügyben dolgozóknak mondott köszönetet egy csodás verssel, majd a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges tanulóinak műsora következett. A köszöntések sorát dr. Bozsár Stefánia nyitotta. A dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója Semmel Weiss Ignác idézetével kezdte meg ünnepi beszédét. A hibákat, a problémákat, a nehézségeket nem letagadni kell, hanem szembenézni velük. Mint mondta, az orosházi intézmény az elmúlt fél évben ezen elv szerint dolgozott és cselekedett. Mindenki látja és érzi, hogy az egészségügyben sok a megoldásra váró feladat, a felmerülő probléma, de mindent megtettek és a jövőben is mindent megtesznek, hogy a kórház stabilan működjön, az érkező betegek pedig a legjobb ellátásban részesüljenek. Ez egyrészt azt gondolom, hogy a kórház vezetése, menedzsmentje részéről a kórházi dolgozók felé egy köszönetnyilvánítás, másrészt a polgármester úrnak, illetve a testületet képviselő alpolgármester úrnak, illetve a megye irányító intézmény főigazgatója úr felé is irányul egy köszönetnyilvánítás, hiszen ez egy együttes csapatmunkának köszönhető tulajdonképpen az, hogy a kórházunk jelenleg stabilan tud működni, úgyhogy feléjük is nyilván egy köszönetnyilvánítás. Mint mondta, a Semmel Weiss születésének napját 1992 óta a magyar egészségügyi dolgozók napjaként tartják számon. Olyan hétköznapi hősöket köszöntenek ilyenkor, akik napi szinten szembesülnek kihívásokkal, mégis áldozatosan végzik munkájukat a beteg emberek gyógyulásáért. Ezt követően dr. Becsei László, a Békés vármegyei központi kórház intézményvezetője szólt az egybegyűltekhez. Ő is kiemelte, hogy Semmel Weiss születésének évfordulója kiváló alkalom arra, hogy a felgyorsult világban kicsit megemlékezzenek elődeikről, értékeljék az eredményeket, elfelejtsék kudarcaikat és méltassák a helytálló orvosok, szakdolgozók, gyakran embert próbáló munkáját. Végül Dávid Zoltán orosháza polgármestere mondott köszöntőt. Mint mondta, idén is szeretettel és tisztelettel köszöntik az egészségügyi területen helytálló dolgozókat, orvosokat, az itt megjelenteket, akik évtizedek óta szolgálnak a kórház kötelékében és elismerésre jogosultak. Az eseményen adták át az önkormányzati, igazgatói elismeréseket, valamint a jubileumi szolgálati elismeréseket. Első sorban és utolsó sorban és minden sorban főigazgató asszonyunknak nagyon-nagyon köszönöm, mert az ő odafigyelése, az ő szeretete, az ő elismerése folytán kaptam ezt a kinevezést. Az év duális képzőhelye elismerést vette át a Linemar Hungary ZRT Budapesten a Szakmasztár Fesztiválon. A díjjal együtt 500 000 forint is járt, melyet a vállalat a tehetséges diákok támogatására ajánlott fel. Egy olyan eredményt ünnepelünk, amely vállalatunk elkötelezettségét tükrözi a szakképzés és a fiatalok támogatása iránt, mondta köszöntőjében Csík Tímea, a Linemar Hungary ZRT kommunikációs munkatársa. A június 28-ai eseményen ünnepélyes keretek között adta át a Linemar Hungary ZRT azt az 500 000 forintos jutalmat a Békés-Vár megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, melyet a Szakmasztár Fesztiválon az év duális képzőhelyeként nyertek.
Mi elég sok energiát fektettünk ebbe a duális képzésbe. Mind a két telephelyünkön van egy elég jól felszerelt tanműhely. Ehhez tartozik egy olyan gárda, akik nagy elhivatottsággal végzik a munkájukat és profi módon. És emellett mindig fókuszálunk arra, hogy tudjunk fejlődni is, tehát a robottechnikával, automatizálással, 3D nyomtatással, CNC dolgokkal mindig fejlesztjük ezeket a helyeket. A köszöntők után Csizmadia Péter nyújtotta át a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, dr. Orosz Tivadarnak az 500 ezer forintról szóló támogatás tábláját. Most ez azt jelenti, hogy nem 1,5 millió forinttal fogunk gazdálkodni, hanem 2 millió forinttal 2024-es évben. Tehát ennyivel több diákot tudunk segíteni és jutalmazni ezzel a forrással. A Linamár az összeggel a tehetséges, szorgalmas, ám de hátrányos helyzetű Békés Vármegyei diákokat szeretné segíteni. A vállalat számára ez igen fontos, hiszen már az 1960-as évek óta foglalkoznak gyakorlati képzéssel és szakmai oktatással. Habár az eredeti időpontban az eső elmosta, július 1-én bepótolták a Padlás című Mese Musical előadását. A szervezők pedig ezúttal nem bíztak a véletlenre, a Petőfi Művelődési Központ színház termébe várták az érdeklődőket. Július 1-én két alkalommal is teljesen megtelt a Petőfi Művelődési Központ színházterme. A legutóbbi alkalommal az eső miatt elmaradt, a Padlás című előadásra érkeztek az orosháziak. Az előadást a Martonvásári Színjátszókör hozta el, vezetőjük Bitó Péter elmondása alapján, a darab mindenki számára egy örök kedvenc. Maszk Egyesületnek ez a debütálása ebben az előadással ilyen formán, hiszen egy másik társulattal játszottuk ezt a darabot, de nem akartuk elengedni, úgyhogy mi visszük tovább, hiszen nagyon keresik, nagyon szeretik ezt a darabot, úgyhogy köszönjük a Presser Gábornak, meg a Stavonulis Dusánnak, hogy ezt a darabot, illetve a Horváth Gábornak ezt a darabot, hogy annak idején gondoltak rá és legyártották, hiszen ez mindig egy nagyon hatalmas nagy siker, és egyébként nem is kevés munka a színészeknek sem, oda kell tenni magunkat a színpadon. A színdarab elején a négy szellemmel ismerkedhetett meg a közönség, majd a már jól ismert dalok következtek. Szép lassan ezután minden szereplő bemutatkozott, az Egyesület pedig az orosháziaknak egy kis meglepetést is tartogatott. Összességében elmondható, a közönség boldogan fogadta a bepótolt előadást. Az érdeklődésre való tekintettel pedig a délután folyamán két alkalommal is bemutatták a nagy sikerű darabot. Évekkel ezelőtt néhány kötőasszony indított el a Varjunk a Szabadban elnevezésű programsorozatot. A nemzetközi kezdeményezéshez Orosháza is csatlakozott, idén pedig már 9. alkalommal rendezte meg az eseményt a Foltvarró Egyesület. Érezzétek jól magatokat, varrugassatok, beszélgessetek, ez a délelőtt erről szól. Június 29-én több asztal körül is folyt a munka az Árpádkertben. Az Orosházi Foltvarró Egyesület a hagyományokhoz hűen idén 9. alkalommal csatlakozott a Varjunk a Szabadban nemzetközi kezdeményezéséhez. Épp az idén nézegettem a fényképeimet a laptopon, és találtam egyet, hogy mi 2015-ben ültünk ki először, akkor még oda a polgármesteri hivatal elé, és ott tartottunk ilyen varrós napot. A jó időnek köszönhetően a résztvevők próbáltak árnyékos helyen alkotni. Az orosházi díszítő művészeti kör mellett pedig több környező településről is csatlakoztak a programhoz. Az asztaloknál így sok lehetőség közül választhattak, megtanulhatták az orosházi szállán való hímzést, különböző használati dísztárgyakat készíthettek, de a horgolás rejtelmeibe is betekintést kaptak. Mindemellett a szokásokhoz hűen egy kiállításon keresztül mutatták be munkáikat az orosháziak. Labdarúgó tornával emlékeztek meg a sportbarátok a 10 éve elhunyt Szénási Józsefről. Négy csapat mérkőzött meg egymással június 29-én az Ötvös Iskola sportudvarán. Június 29-én rendezte meg az Orosházi Retro Labdarúgó Sportegyesület a 8. alkalommal kiírt Szénási József emléktornát. A városban Szénának becézett sportember mindenütt jelen volt, ahol sportesemény zajlott. Az OMTK pályagondnokaként, ha kellett, mérkőzést vezetett, bajnokságot szervezett, ellenőrként, sportvezetőként tevékenykedett.
Józsi egy emblematikus személyiség volt a városunkban, mert minden sportrendezvényt ő rendezett, vagy ő szervezett pontosabban meg. Mindenütt részt vett. Mindenki ismerte. Én személy szerint, mikor ide érkeztem, nekünk ő volt a szertárosunk. Állandóan tréfálkozott, rendkívül vidább ember volt, és hogy elment sajnos, ezért van ez a rendezvény. Az idei emléktornára 4 csapat nevezett. A Barátság, a Hungária, a Retro és a Károlyi körmérkőzéseket játszott egymással. A Retro Egyesületnek az egy célkitűzése az, hogy az öreg fiúk tornákat és a régi orosházi futballistákat és sporthoz köthető embereknél, akik már sajnos nem élnek, azokról megemlékezzünk ilyen szinten. Hány csapat jelentkezett a tornára? 4 csapat jelentkezett a tornára, ugye helyiek 3 orosházi és egy nagyszínási csapat, de ezek a játékosok mind ismerték Józsi bácsit. Milyen díjazásban részesülnek? Itt kupákról szólunk, emléklapokról, legjobb kapus, legjobb góllövő és a legsportszerűbb csapat is. És az első 3 helyezett részesül kupába. Az emléktornát 100%-os teljesítménnyel az Edit Optika Hungária nyerte a Károlyi Exkluzív és a Retro Orosháza előtt. 4. helyen a Barátság Orosfan végzett. Legjobb kapusnak a Retroból Kovács Imrét választották. A gólkirály címet a Hungáriás Lovas Tamás szerezte meg. Legsportszerűbb csapatnak a Barátság Orosfan bizonyult. És most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Mizu is babám, 3 napos fesztivál Orosházán. Semmelweis nap, dolgozóit jutalmazta a kórház. Szénási József emléktorna, 4 csapat mérkőzött meg egymással. Önök az Orosházi Városi Televízió július 2-ai keddi híradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb, pénteken várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!